Kedves kis mezgyűjtő barátocskáim, az a helyzet, hogy ismét egy csomagom érkezett az Amerikai Egyesült Államokból, aminek igazából az ünnepek előtt kellett volna ideérnie, de úgy tűnik, hogy a tengeren túl is ilyenkor elég nehéz logisztikázni a dolgokat. Tehát kicsit megcsúszott és most érkezett meg. Következő dolgok találhatóak benne. Stance, két pár Stance zokni. Egyik egy Vancouver Grizzlies, a másik egy Toronto Raptors Hardwood Classics. Jóféle Stance zokni. Stance gyártja egyébként a rendes onkört hivatalos NBA zoknikat. Amikor megláttam, hogy ilyen menő öregsúlyos dizájnba is kaphatóak, akkor lecsaptam szerintem két legszebbre. Egyébként ezek nagyon jó minőségű zoknik, bátran ajánlom mindenkinek a Stance vásárlását. Jött egy ilyen full Digicamo reflektív Snapback, ugye biztos vannak, akik tudják, hogy Bulls drukkerként folyamatosan cserélgettem az ilyen Bullshoz kötődő igazából mindenféle ruházatot. Viszont Grant Hill gyűjtő is vagyok, éppen ezért nagyon kedves szívemnek ez az új darab. Ez egy eredeti új címkés Grant Hill All-Star mez. Egy ilyen, ez is azt hiszem, hogy Soul Swingmannek írják, de szerintem igen, egy Hardwood Classics újrakiadása ennek az All-Star meznek, ami hát nagyon nagy hiány volt a gyűjteményemben, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült beszerezni. Ráadásul, hadd mondjam el, hogy számos ilyen kínai replika, vagy nevezzük inkább fékmeznek azokat, ment már át a kezem alatt, és igazán nagy élmény azok után kézbe fogni egy ilyen mezt, ami látszik az, hogy mik azok a részletek, amik bizonyítják ennek az eredetiségét, illetve mik azok a részletek, amikben nagyon különbözik ezektől a fék kínai gyártmányú mezektől. Tehát itt bomba minőségű passzékkal van dolgunk, a printek, itt egy ilyen tök szilikonos, ilyen rugalmas printekkel van ellátva, a felvart elemek nagyon szépek, nagyon nem gagyin vannak fölvarva, itt az oldalberakásnál konkrétan egy ilyen pulóverszerű anyag van bent, illetve hát minden apró részlet, például ez a fényre csillanó nyaki szegély, meg hát, hogy mondjam, tehát azért van különbség. Hiába mondjuk sokszor azt, hogy ezek a fékmezek árértékarányban nagyon jók, mert konkrétan szinte megszólalásig hasonlítanak az eredetire, azért így kézbefogva igazi mezeket azt mondom, hogy azért van különbség, érezhető. Jaj, a következő tétel, New Jersey Nets, Kerry Kittles. Ki emlékszik még Kerry Kittlesre? Én emlékeztem, és lecsaptam erre a mezre, de nem kellett volna igazából, mert a printek már eléggé öregek, tördezettek, az egész mez igazából egy-két helyen foltos is, a név ugye a legtördezettebb, hiányzik róla minden nemű címke, tehát hogyha ezt el akarnám adni, akkor sajnos valószínűleg csak a töredékéért tudnám eladni, mint amit amúgy érne, de ettől függetlenül most már van egy Kerry Kittles mezem is. Szintén az első Wallace mezem, mégiscsak bajnok volt a csávó, illetve hát mégiscsak nagy név. Egy ilyen, mi ez? Reebok Swingman, Wallace mez, Detroit 3-as, és bekerül a gyűjteménybe, XL-es méretbe. Aztán ugye a Hill gyűjtemény már nagyon gyarapszik, igazából csak egy néhány darab kezd az lenni, ami mindenképpen szükséges lenne. Phoenix lila, sima replika verziója az ő Phoenix-es mezének, mivel megvan nekem fehérbe, ezért illetve megvannak a Phoenix mezek Swingmanbe, de gondoltam, hogy összelem a replika verziókat is, mert elég olcsón beszerezhetők, akkor már legyen teljes. Azt mondja, hogy Zó bácsi, a Miami színeibe, USA Champion mez, szokásos, nyaki címke nincs, passzék, hát az öregek, de még tartanak, gyakorlatilag printügyileg, hála Istennek minden rendben van, úgyhogy Alonso. Hopp, és most itt felfedeztem egy kis valamilyen plecsnit a fenék részen. illetve felfedeztem, de jó, bazd meg. Egy kurva egy lukat is az oldalán, tehát korán sincs minden rendben. Ezzel majd valami lesz vele. Igazából ez az egész csomag, ami most jött, eléggé necces, az eddigiek között a legneccesebb ilyen, hát ilyen minőség vagy árérték arány tekintve. Tim Hardaway bácsi, tök szép duó, ugye az előző mezzel, ugyanúgy USA Championba, ugyanúgy 44-esbe, itt a printek még ugye tartanak, de azért már ütöttek, kopottak egy kicsit. Hát ilyen koszok, meg ilyen foltok vannak rajtuk. Így a mez, most már megnézem, mert a mez az jó állapotban van. Tim Hardaway. Mindenképp szerettem volna. Ó, és egy szép darab, aminek viszont nagyon örülök és elégedett vagyok vele. Lilába is sikerült elhozni egy Jason Williams mezt. A múltkori csomagban volt a feketéje neki, az 52-es méretű volt, ez 44-es méretű, tehát ez teljesen jó méret, és igazából mezileg és printileg is abszolút hibátlan darab. Nagyon jó, most már csak a fehéret kell behúzni valahonnan, és akkor teljes Jason Williams bácsinak a sora, a három szín. Jött egy Bulls Rodman mez, szintén USA Champion, alsó címke nincs rajta, de 48-as, legalábbis emlékeim szerint. Igen. Ez eladó lesz, mivel ez nekem már megvan. Valaki magáévá teheti, mezileg és printileg is tökéletes állapotban, hála a jó Istennek. Tehát aki szeretne egy USA Champion Bulls Rodman mezt, az jelentkezzem. Szintén maradunk az USA Champion mezeknél. Egyetemi mez, kitalálja ki, hogy ki ő, senki, mert magammal beszélgetek. Ray Allen egyetemi meze, Champion 40-es méretben. Kíváncsi vagyok, ez valamennyit érhet egyébként, majd utána nézek. Mert ez egy jó pofa, nem hiszem, hogy túl gyakori mez lenne. Egy Bulls póló, semmi extra, majd együttesen összeizzadni nagyon jó lesz. Aztán Orlando Magic O'Neill Champion Authentic mez. Ugye ez annyit jelent, hogy a rétegenként varva a név és a számok. Ugye itt meg lehet pillantani ezt a csillagot, hogy milyen szépen csillog. Kicsit komolyabb anyagból nyilván, mint az USA Champion mezek. 48-as. Igazából, mivel az én fogam egy ugyanilyen pennyre fájna nagyon, ezért ez biztosan eladó lesz. Hát, ha lesz itthon olyan, aki érdeklődni fog iránta, és mondjuk ad érte annyit, amennyit ér, mert az a nehezebb dolog általában itthon, ahogy megfigyeltem. Szóval van egy ilyen, hogyha valaki érzi, akkor lehet érte jelentkezni. Maradjunk a Miami mezeknél. Nem volt egyébként Miami mezen még Champion, úgyhogy most egyből lett három is. Harold Minor. Azt mondja, hogy 44-es. Mind a három, vagy a három Miami mez közül ez van a legjobb állapotban, pedig ez a legrégebbi. Printileg itt. És nem csak printileg, hanem anyagilag és állapotilag is, mezállapotilag is nagyon jó állapotban van. Ő szintén nagyon ritka darab. Őt már előre bepromóztam a csoportba. Kérdeztem, hogy valaki fog érdekelni, mert szintén szabadon rabolható. Jason Keith Dallas mez. Ebből 48-ast vártam. Valamelyik kedves eBay seller egy 36-os tudott küldeni. Ez valami nagyon kis testalkatú emberkére jó lehet. Az a jó hír, hogy ez tökéletes, tehát ez konkrétan zsírúj állapotú. Minden szinten nagyon szép, csak hát olyan pici, hogy egyik felemre sem jönne rá. Itt egy igazán szép darab, sikerült behúzni Portland Pippent. Egyetlen egy árnyoldala neki, hogy 52-esben sikerült, szintén, de csatlakozott USA Champion Portland Pippen a gyűjteményhez. Nagyon-nagyon jó állapotban, sehol nincs megtöredezve a print. A mez is tök jó állapotban van. Ez egy igazi ritkaság. Aztán egy hír kiforítható mez. Igazából mivel nekem ez már megvan a gyűjteményemben, ezért ez szintén eladó lesz. Nagyon jó pofán tartom egyébként a kiforítható mezeket. Ennek is nagyon szépen megvan mindene, szép állapotban. És hát akkor elérkeztünk a csúcsponthoz, ugyanis az előbb mutatott Pippen Portland mezt nem csak USA Champion verzióban, hanem Authentic verzióban is sikerült beszerezni. Ez egy Authentic Nike mez. Nem tudom mit elmondani róla, aki követi így ezeket, azt tudja, hogy milyen ritka, illetve milyen sűrűn bukkan fel ilyesmi. Hála Istennek. Egész évben figyeltem egyébként ezeket a Champion Pippen mezeket, mint a Champion Portland Pippen mezeket, és a bármilyen Portland Pippen mezeket igazából figyeltem egész évben, és hát így pár havonta tűnik föl egy-egy. Elég horribilis áron, és most egy több mezes deal keretében ezt egészen hát az értékéhez képest elérhető áron sikerült elhozni. Ez nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom, hogy valaha el fogom eladni. Egyelőre most nagyon belopta magát a szívembe, úgyhogy egyelőre talán marad. Utolsó tétel. Endersen, a nagy mesemondó Birdman barátunk, gyönyörű szép, szintén autentik meze. Adidas, ugyanúgy ugye a rétegenként vart nagyon szép elemek, ez egy ilyen fényes, világos kék anyagból készült, amely iszonyatosan szép kidolgozású, konkrétan minden ilyen fényes rajta, minden részlet nagyon szépen megcsinálva. Nagyon örültem is neki, mikor sikerült leütni az aukción, csak annak ellenére, hogy 44-es van ráírva, ez konkrétan hát egy maximum kis M-esnek felel meg, hogy épp hogy rám jön, mint egy atlétatrikó. Hogy ez némileg beárnyékolja a dolgot, de a gyűjteményben jó lesz egy ideig. Aztán majd, ha megunom, hogy csak a szekrénybe áll, akkor biztos majd. Ez is talán olyan gazdára találhat, aki tudja viselni is. Ez a... Jaj, gyerekek, és azt majd elfejtettem. Ez egy denveri lakos úriembertől vásároltam. Bónuszba járt hozzá ez a csuklószorító, amit konkrétan Kenyon Martin viselt. Egy mérkőzés, amikor a Denverben játszott, ugye itt van rajta a 4-es szám, és direkt elmesélte a seller, hogy nem is mostak ki azóta, és látszanak is rajta ilyen koszfoltok, nem tudom, hogy a videón mennyire fog látszódni, szóval ebből még Kenyon Martin DNS-e kinyerhető, és esetleg klónozható lenne. Ez egy jó pofa dolog, azt számítva, hogy itt ez egy csuklószorító, de hogyha ezt a sztorit mellé vagy mögé helyezzük, akkor mindenképpen felértékelődik.